mindenki eljut élete nagy próbájához. Lapítottál eddig a gyülekezetbe, a kényelmes székbe, meghúztad magad, nem csináltál kicsapongó dolgot, nem csináltál nagy bajt sem, nagy dolgot sem, próbáltad elleplezni magadat, de hidd el, mielőtt a létrát el kell hagyni, és az egekbe belépünk az Úr jelenlétébe, azelőtt mindenki eljut élete legnagyobb próbájához. Higgyétek el, ezt senki nem ússza meg, mert az igaz is, ugye miért mondom ezt? Azt mondja a végén a Biblia, hogy az igaz is alig tartatik meg. Miért? Mert mindenki eljut életének a legnagyobb próbájához. És a Máté evangélium 24. részéből tudjuk, hogy az életünk nagy próbái nem a háborúk lesznek, nem a járványok lesznek. Begyakoroltuk itt a 21 és 22-be, a következőt már játszva vesszük. Nem ezek fogják a próbát okozni, hanem az fogja, hogy a hitünk olyan mélyen, a szívünk, hogy tiszta maradjon, hogy a létráról úgy lépjél le, hogy ne a semmibe repülsz, hanem belépj az Isten jelenlétébe, ezért az Isten mindenkinek a szívét meg fogja próbálni, mert ami a szívedben megszereztél ebbe a földi életbe, amit gyűjtöttél a szívedbe, az alapján lesz az elszámolás Istennél.